Beindult a főszezon a Balatonnál, a szállásadók és a vendéglátóhelyek felkészültek, és továbbra is Siófok, Hévíz és Balatonfüred a legnépszerűbb a régióban. A foglalási adatok szerint már tavasszal nagy volt az érdeklődés, ami mostanra csak fokozódott. Ráadásul a kánikulában még vonzóbb a Balaton. De nem csak a fürdőzőkre számítanak, a MÁV például éjszakai bagolyvonatokkal segíti a közlekedést a tó mentén. A témát Stefán Zoltán folytatja. Köszönöm szépen, Szintia. Olyannyira beindult, hogy az M7-es autópályán most már órák óta torlódik a forgalom. Sokan indultak útnak Lepsintől Szabadbattyánig, tehát arra szólnak az autósok. Ez azt is mutatja, hogy sokan voltak lenne a hétvégén, és ahogyan láthatják a nézők is, Róbert Rihár turisztikai szakújságíró még ott is van a Balatonnál. Az első igazi kánikulai hétvége az iskolai szünetben. Milyenek a személyes tapasztalatai? Hangosabb kulisszát tenni rá. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy hall-e engem most. Igen, most hallom, igen. Szóval ön ott töltötte a hétvégét a Balaton partján. A nézőknek már elmondtam, hogy az első igazi kánikulai hétvégén vagyunk túl, úgyhogy iskolai szünet is van. Milyenek a személyes tapasztalatai? Fantasztikusak, hiszen most éppen jobbra vízilabda meccs, ez az, amit lehet élvezni, és amatőr ugyan, de nagyon komoly a színvonal. Mögöttem látszik, hogy a kisgyerekek is itt vannak, és ebben az időpontban is fürdőznek, mert itt Fürednél van egy olyan strandrész, ahol a homokban tényleg el lehet lenni, és várakat lehet építeni, és utána pedig nagyon-nagyon sekélyes a víz, és bátran bemehetünk, pedig az északi partra ez nem jellemző. Azt kell mondanom, hogy mesés a hangulat. Balatonfüred igazi fürdőváros lett, olyan típusú, mint amit nyugaton láttunk, és reménykedtünk, hogy talán egyszer lesz nekünk ilyen, hát van ilyen, és hát a Balaton ugye a miénk. Azt hiszem, hogy Balaton nélkül nincs igazán nyár, ezt elmondhatjuk, és azt tapasztaltam, hogy nem csak a belföldi vendégek gondolják így, hanem jó néhányan Németországból is, akik visszajönnek nosztalgiázni, meg olyanok is vannak, akik most akarják felfedezni a Balaton szépségét. Találkoztam például Szlovákiából érkezett vendégekkel, akik itt leánybúcsút tartottak, de láttam jó pár olyan turistát, akik németül beszélgettek, és éppen azt vitatták meg, hogy most akkor Tihanyba elmennek, és megnézik majd a kultúrkincseket. Én ugye három gyermekkel vagyok itt, kicsikkel, 5 éves Fülöp, 3 éves Jászmin, Milának pedig éppen tegnap ünnepeltük a második születésnapját. Következésképpen nekem olyan programok kellenek, amikor bőven el vagyunk itt a tóparton, és látjuk azt, hogy vannak itt már azért nagyon klassz kis játszótérrészek, kicsiknek is, nagyobbaknak is. Látjuk azt, hogy nem csak a jó idő az, ami örömet okoz, hanem sok-sok érdekesség van, amikor a Tagore sétány környékén sétálgatunk, rengeteg élmény, attrakció, megyünk majd mindenféle várlátogatásra, meg gyerekprogramokra, tehát azt kell mondanom, hogy a Balaton tényleg csodás, nem véletlen az, hogy májusban már jók voltak az adatok, és most júniusban is kezd megtelni a magyar tengerpartja. És főleg azért érdekes ez, mert hogy most ugye egy picit hosszabb volt az iskola, és mégis már a külföldi vendégeknek köszönhetően az adatok is azt mutatják, hogy akár rekordév is lehet 2024. Adatokat említett, minden 5. belföldi foglalás a Balaton térségébe szólt a második negyedévben a szállás.hu adatai szerint. Június volt valóban ebből kiemelkedő, úgyhogy egyébként korábban még a pünkösdi vagy a húsvéti hétvége is nagyon népszerű volt. Mi várható júliusban, melyek a legkedveltebb szállástípusok? Azt látjuk, hogy a 3-4 csillagos szállodákat nagyon kedvelik a turisták. Mi egyébként egy hasonló kategóriában lakunk jelen pillanatban, és teltház van. De egyébként jó pár más szállásadót is megkérdeztem, amikor készültem erre a beszélgetésre, és azt mondták, hogy már június vége, július eleje nagyon erős. És emellett pedig érdekes, hogy a kempingek is népszerűek, bár hozzáteszem, a Balaton környéken a kempingek közül rengeteg megújult. Tehát most már azért a modern turisták igényeinek is megfelelőek ezek a kempingek, és azt látjuk, hogy bőven vannak vendégek, az illemhelyek sokkal jobbak, a közösségi terek szintén megújultak, tehát volt értelme a kempingek fejlesztésének, mert népszerűvé vált ismét ez a fajta nyaralási forma, és reneszánszukat élik a kempingek itt a Balaton partján, de más magyarországi területeken is. De a kempingeken kívül mondtam már, hogy ugye a 3-4 csillagos szállodák is rendkívül népszerűek, de ezek kívül még akinek kiadó kis szobája van, az is a régi Zimmer Frey világot idézően megtalálja a számítását, viszont nagyon
nagy újdonság, hogy most már azért 5 csillag és 5 csillag superior kategóriában is találunk szálláshelyeket a Balatonparton. Itt Füreden például nemrég megnéztem egy 5 csillag superior szállodát, volt egy gasztroeste, és azt kell mondanom, hogy mesés gasztronómiai élmények vártak, tehát 5 fogás. Tényleg azoknak, akik ezt kedvelik, szeretik és meg tudják fizetni, szintén van miből válogatni, de egyébként Hévízen vagy éppességgel Siófokon szintén találunk már ebben a kategóriában is szállást. Úgyhogy a Balatonban az a jó, hogy valóban aki vonattal idejön, elmegy mondjuk Siófokon, Zamárdiban a Szabastrandra, bevásárlóközpontba, az is jól tudja magát érezni, és azok is, akik pedig mondjuk gasztroélményre vágynak, és mondjuk egy mesés vacsorára, jó borokra, és tényleg szeretnének egy kicsit saját privát medencében például a hotel mellett fürdőzgetni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon széles ez a spektrum, de a 3-4 csillagos szállás kategória a legnépszerűbb, és hát az biztos, hogy a belföldi vendégek is sokan vannak, hiszen hát ne felejtsük el, hogy a Balaton a miénk, itt a környéken a mi kultúrkincseink vannak, és amikor tegnap feleségemmel meg a 3 gyerekkel autóztunk, akkor jobbra-balra láttuk a kis szalmabálákat, a gyönyörűséges szőlőültetvényeket, sütött a nap, láttuk a Balatont, és hát tudtuk azt, hogy igen, a nyár nem terhet el úgy, hogy azért egy időt ne töltsünk a Balatonnál. Ön nem hallhatta, de én az adást a közlekedéssel kezdtem, hogy már torlódik a forgalom az M7-es autópályán a főváros felé, ami mutatja azt is, hogy sokan voltak a hétvégén a Balaton partján. Úgyhogy kérem, az utolsó percben még beszéljünk a közlekedésről, amelyről ritkán szoktunk, de a Vasúttársaság és a Volán közösen idén is biztosítja a Balaton 24, azaz 24 órás jegyet, amellyel a Balaton közötti településeken, vagy a Balaton melletti településeken lehet utazni, vagy éppen az éjszakai bagolyvonatokat, amely a fiataloknak szól. Ez mennyire szempont, amikor valaki utazást tervez? A közlekedésről annyit, hogy amikor azt mondjuk, hogy te jó ég, Balaton felé egy kis dugóban vagyunk, akkor két dolgot hadd mondjak. Az egyik, hogy mi eleve kikerültük ezt a dugót, ma már vannak olyan útvonal tervezők, hogy gyakorlatilag Csákváron keresztül lejutottunk, ha nem is azt mondom, hogy olyan sebességgel, mint ahogy egyébként szoktunk Budapestről, de gond nélkül, és egy percet nem álltam a forgalomban. A másik oldalon pedig ugye én Németországból érkeztem, nemrég kint voltam a labdarúgó EB eseményeit megnézni, és utána jöttünk le a családdal a Balatonra, és hát ott 3 órát üldögéltünk a dugóban az autópályán, úgyhogy meg sem osszant az autó, és valóban olyan volt, hogy tett jó ég. Szóval ahhoz képest az a dugó, ami itt van, simogatás, tehát én azt gondolom, hogy senkit nem szabad, hogy elrettentsen attól, hogy eljön egy jó kis hétvégére az, hogy mondjuk egy mellékutakat is igénybe kell venni. A tömegközlekedés, a vonat pedig azt gondolom, hogy egy jó alternatíva. De hát nem csak Budapestről megyünk a Balatonpartra, hanem számos más területről, az ország, a Kárpát-medence számos más területéről. Én azt gondolom, hogy megéri az utazás, hiszen az is önmagában egy élmény. Itt pedig tényleg a városok, a települések, a falvak tele vannak izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal. Tehát most már nem csak a fürdőzésről szól a Balaton. Mi is este megyünk egy programra, de azt gondolom, hogy bőven van választék, tehát meglehetősen sokat fejlődtünk. És a szálláshelyek is olyanok, hogy ma már a kisföldi programnak köszönhetően egy 3 vagy egy 4 csillagos szálloda az jó esetben jobb minőségű szobát kínál, azt, ami a modern turistának az igényszintje, és annak ez megfelel. Kis Róbert Ihárnak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.